Üdvözletem mindenkinek, Necrocrim vagyok, és hát jöjjön egy kis necrovat, mert hát mielőtt elmentem szabadságra, kaptam egy videót, hogy nem csinálnak BFBC 2-t. Nos, de miért ne csinálnék, ugye, mint azért legtöbbször, ha kértek valami értelmeset, de megcsinálom. Már mint hogyha értelmes témával szolgáltatok, akkor csinálok egy videót, és az illető, aki írt nekem, az BFBC 2-t szeretett volna látni, és hát makja volt, vagy hát ilyen a sors, jó tripult ez a tag, vagy hát ilyen a sors, de pont azelőtt, mielőtt elmentem szabadságra, kapcsoltam be a Battlefield Bad Company 2-t, és nagyon élveztem vele játszani, egy kis nosztalgia hangulat, hogy nekem mi fűződik ez a játékhoz, annó, mikor megvettem, még a régi gépen volt, és hát úgy vettem meg, hogy úristen, ugye Modern Warfare 2 volt a divat, igen, tehát úgy vettem meg, hogy nagy doppergés, úristen, ez a játék milyen isteni állat, és az is. Csak egy volt a gond, hogy a gépem alig bírta el, a single player-t éppen kijátszottam egy olyan 30 FPS-et, de a multiplayer az ilyen 15 és 25 FPS között, az már igen akadályba ütközött, de annyira élveztem a játékot, hogy még így is játszottam, és még jön egy kis történelem, hogy a második, tehát a YouTube videózási történetemben, abban a kemény másfél évben, vagy két év, most már mit tudom én mennyi, második videóként szerepelt egy BFBC 2-es videó. Szóval, és elindult a videózás karrier röviden, de azt hiszem, ti itt a 2000 feliratkozó, akik itt vagytok, azt nem hiszem, hogy láttátok. Nemrégiben töröltem le egyébként, kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan, aki emlékszik, vagy egyáltalán látta-e azt, hogy nekem volt egyszer valaha egy ilyen BFBC 2 videó, na hát az nem ilyen grafikán futottam, hogy láttatátok, de egy jókört futottam 25 FPS-sel, és nagyon büszke és elégedett voltam, aztán később lett egy montázs is, amiben belekerült egy pár perc BFBC 2 szörnyű játékmenet. De azt is nagyon élveztem, mert végre sikerült valami jót csinálni, de most, hogy már van a jó gép, így aztán kiélhetem magam ebben a játékban is. Szóval ez az illető úgy kérte, hogy BFBC 2-t szeretne ajánlni, mire én megkérdeztem, hogy mit szeretnél hallani ezzel kapcsolatban, fölvetsz valami értelmes témát, akkor ugye beszélhetünk az egész dologról. És hát persze ilyenkor jönnek az, hogy kell taktikázni, meg blablabla, tehát az ilyenek a játékokban, de egy már nem tudom hány éves játéknál én azt hiszem már mindenki mindent tud. Annak, aki battlefieldezik, az annak nem kell elmondjak semmit róla, annak, aki battlefieldezni akar, én azt hiszem nem BFBC 2-vel fogja kezdeni, hanem mondjuk egy Battlefield 4-jel vagy 3-mal kezdte, úgyhogy arról beszélni, hogy kell itt taktikázni, mennyire fontos a csapatjáték, arról már azt hiszem lekéstünk. Ezért is mondtam neki, hogy hogyha bármi más kérdése, témája van, akkor egy nekrovatban megfelelem, és hát földobott néhány kérdést, és jöjjenek azok a kérdések, hogyha kíváncsiak vagytok rá. Na, azt mondja, hogy az első kérdése az lenne, hogy fogok-e venni Next Gen konzolt? Igen nagy a kísértés, de az az igazság, hogy itt most a asztalom mellett hever egy Next Gen konzol gyakorlatilag, úgyhogy most azért megvegyek egy Next Gen konzolt, hogy majd néhány kivételezett játékkal játszak, azért azt hiszem, hogy nem fogok, bár nagy a kísértés, de nem hiszem, hogy fogok venni. Ami mégis nagyon felizgat, az az Oculus Rift. És hát aki nem hallott róla az Oculus Rift-től, az nézzen utána a neten, és azt hiszem, hogy fel fogja csigázni. Szóval nekem most az a jövőbeli terve, hogy Oculus Rift. Igen. Azzal el leszek. Hogy lesz nekem még Ghostos és BF4 hírek. Mondtam már egy előző videómban, hogyha lemaradtatok néhány apró információról, videóról, játékról, stb., az menjen el a Facebook csatornámra egy kicsit a régebbi hírek közül is nézzen körül, mert ott fog találni BF4 Ghost híreket. Most elég lapos a hírpiac, nem nagyon jönnek ki hírek, de ilyenkor mindig ez van, gyakorlatilag két hónap van megjelenésig, mindenki szépen felkészül erre. Nos, adnék-e pár tanácsot azoknak, akik most szeretnének kezdeni egy channelt, hát gondolom egy YouTube csatornát szeretnének indítani. És itt jön az érdekesség, azt hiszem ezt meghagyom nektek. Igen, tudnék adni néhány tanácsot azoknak, akik most szeretnének egy gamer channelt indítani, vagy egyáltalán egy csatornát. YouTube-on valószínűleg igen, tudnék adni egy jó pár tippet, de most én kérdezek tőletek,
Szeretnétek-e jó pár tippet kapni azzal kapcsolatban, hogy hogyan indítsunk el egy gamer csatornát, vagy egyetlen egy csatornát Magyarországon manapság ebben a hatalmas konkurenciában? Szóval, hogy egy picit az ember kitűnjön, és azt mondja, hogy na, érdemes folytatni. Szóval, ha ezzel kapcsolatban szeretnétek videót látni, vagy hallani, hogy én hogy vélekedem erről, akkor nagyon szívesen csinálom, és felrakom, de szóval a kérdést megválaszolom, igen, adnék pár tanácsot, de csak, hogy a ilyen kíváncsi fülekre lelek, fülekre, nem fülre, elhiszem, hogy te kíváncsi vagy, és akkor nagyon-nagyon-nagyon szívesen tudnék adni. Szóval Necrovatból a kérdés nekem felétek, szeretnétek egy ilyen pár videót hallani arról, hogy esetleg hogyan s mint mai konkurenciában elindítani egy csatornát, és mi az a kulcsfontosságú dolog, ami ehhez talán jól jöhet. Íme egy a kérdésem. Hogyan lehet növelni a teljesítmény BO2-nél? Nos, az az érdekes a Black Ops-ban, hogy ugye mikor kijött a játék szaggatott mindenkinek, mint a Black Ops 1 valami olyasmi története volt, és ugye én laptopon játszottam, és ott szaggatott nekem. Na most, ha levettem alacsonyra a grafikát, szaggatott, tehát inkább úgy mondom, több FPS-en volt, de szaggatott. Azt vettem észre, hogy ha fölveszem magasra a grafikát, vagyis hát valami olyasmire, amit a játék ajánl, akkor bár kevesebb FPS-en volt, de sokkal folyamatosabb kép. Szóval nincs olyan igazán, hogy teljesítmény növelés, egyikkel vesztesz valamit mindenképpen, de én inkább azt választottam egy idő után, hogy folyamatos legyen a kép, mint hogy szaggasson, de több FPS. Szóval én így jártam, úgyhogy inkább levettem, fölvettem kicsit magasabbra, kevesebb FPS, de folyamatos kép az mégiscsak valahogy jobban fekszik nekem, hogyha nem tőle ilyen szép folyamatos kép. Nem, 25 FPS fölött már folyamatosan látjuk a képet viszonylag. Ez annyira nem igaz a játékokra, de viszonylag folyamatosnak, úgyhogy tudtam egész jól játszani. Szóval én azt javaslom, hogy kicsit vedd magasabbra a grafikát, és úgy told meg, de amúgy Google beírja, akkor találsz Black Ops 2 konfigokat, hogyha a Google-be beírod. Szóval lesz nekem majd sportjátékok, FIFA 14, NBA 14, stb. Előre is köszi a választ. Nem. Az az igazság, hogyha sportjátékkal játszok, azt max mobilon teszem. De valahogy ezek a FIFA-tól kezdve NBA, ezek annyira nem tudnak lekötni. Bár ugye 10 évig fociztam például is. De ez játékra nekem ez soha nem tudott lemenni, hogy én ezzel játszani tudjak, és már így belegondolok, és elfájdul a fejem, úgyhogy nem, valahogy nem, én nem találok ebben semmi izgalmasat számomra, hogy játszak. Szóval, nagyjából ezek voltak a kérdések, ugye Next Gen konzolt nem veszek, inkább az Oculus Rift, ami fölkelt a kíváncsiságomat, GozVF4-ek a Facebook oldalamon, lehet csekkolni. Növelni Black Ops-ban teljesítményt lehet is, meg nem is, szóval te döntöd el, hogy melyik választ szeretnéd a kettő közül, amit adtam. Sportjátékok nem lesznek, mert én azt gondolom, hogy annyira nem az én világom, nem is találtam meg őket, a max mobilon, mert ott izgalmas. Na, szóval ez lett volna a BFBC 2 külön kiadás. Ha szeretnétek még látni, van egy nagyon jó kis tankos gameplayem, csak így előjáróban. Ott pihen a merevlemezemen, várja az alkalmat, hogy mikor felkerülhessen, de mint mondtam, a kíváncsiakra, hogy vagytok, akkor rakok fel. Amit itt látotok, az ilyen kis részlet volt rásból, mert vagy több játékból, nem, vagy csak egyből, mindegy. Szóval egy ilyen csak részletjáték volt, mellék hosszú játék volt ez amúgy. Szóval így a jobb jelenetek, hogy úgy mondjam. De ugye itt a kérdésemre ne feledkezzetek meg, ha azoknak, akik szeretnének egy csatornát elindítani manapság YouTube-on, hogyan küzdjék le, ha kíváncsiak vagytok néhány tippre, akkor tudok adni, hogy hogyan s mint a mai világban, ki tudja, hát ha beválik, mert hát ugye elég nagy a konkurencia. De nagyjából ennyi lett volna, amit szerettem volna elmondani. Nagyon szívesen várom a kérdéseket, akármiről, ugye Necrovat kapcsán.
Igen, azt mondtam, hogy visszavonulok most egy kicsit gémelni, amíg ki nem jönnek a Call of Duty, illetve a Battlefield. Ez a két játék ki nem jön. De hogyha olyan annyi kérdést kapok, vagy olyan téma lesz, akkor nagyon szívesen csinálok belőle videót, de ugye addig nagyjából visszafonulok gémelni. Facebookon viszont, és itt is YouTube-on azért kapcsolatot tartok, szóval rendszeresen megnézem a fiókokat, válaszolok e-mailetre, azt hiszem ti is tudjátok. Addig is én nagyon köszönöm a figyelmet, a következő nekrovatik videóig akármiig legyetek jók, és sziasztok!